Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megköszönöm Viktor lényegre törő világos bevezetőjét. Mondjuk el az Om Nám mantrát 7-szer. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Különleges öröm, hogy Békés Csabai szangánk tagjait is üdvözölhetjük a Kyolcse legénysége és leánysága mellett. És az Om Nám mantráról eszembe jutott egy 1993 őszi esemény. Tejonban, Dél-Korea egyik közepes méretű városában volt egy konferencia. Ezt úgy hívták, hogy egyetlen virág az egész világ. Ebből nagyon sokat tartott a régi iskolám, hogy mostanában van-e még, azt nem tudom. De akkor így hetet hét országból összegyűltünk, és egy szállodának a zsúfolásig megtelt nagy előadó termében, mivel Korea ötszörös népsűrűségű ország, ezért el lehet képzelni, hogy az előadó termék hogy néznek ki, tehát kb. 1200 ember előtt. Sung-san zenmester fölmegy a pulpitusra, és belül így megjelenik nekem, hogy Om Nám, és ezt a mester el fogja mondani. Tehát olyan 3 éve se gyakoroltam zent, és így mondom, micsoda? És mire ez átment, addigra már a nagymester fönn volt a színpad közepén, a pulpituson, és megkérte angolul a teljes egybegyűlteket, hogy mondjuk el az Om Nám mantrát 7-szer. És az volt a döbbenet, hogy utána még 7 éven keresztül hallgattam a Dharma beszédeit, és egyszer nem kérte. De ott, abban a környezetben igen. És nagyon sok 90 napos kellett ahhoz, hogy belül egy pár kérdésre választ kapjak. Én éreztem meg, hogy ő erre készül? Vagy ő megérezte, hogy én erre gondolok? Ő akarta kimondani az Om Nám mantrát, vagy pedig az én kérésemet teljesítette, vagy pedig egy teljesen ettől független harmadik ok miatt hangzott el. 1200 embert kellett egy kicsikét szinkronizálni, hogy a pillanatban itt legyünk, vagy pedig valami misztikus célja volt ezzel. És amíg az ember az ideáit követi, addig a saját gondolkodását nem tudja az ok és okozat működésétől megkülönböztetni. És addig le fogsz fagyni, mihelyt valami történik, amely az ok és okozat általad megismert mátrixán kívül van. Tehát például így egyenesen odajön hozzád egy zentanító, és azt mondja, hogy ma légy szíves, tarts bevezetőt. És teljes kék halál, úgy, ahogy van. Ez nagyon jó így. Nagyon sokféle irányzat van. A jógában el lehet érni a felfüggesztett elme, a niróda állapotát, amely olvasatomban kísértetiesen hasonlít a nem tudom állapotához. A zen az egyből rámutat, sőt, néha érzékelteti veled, hogy ez micsoda. Képzeljünk el egy olyan tengert, amelyben van egy olyan halászháló, ami vízből van. Csak a háló sűrűbb, mint a víz. De ugyanúgy H2O. És a halász ezzel a vízhálóval fog olyan halakat, amelyek eredetileg szintén vízből vannak, csak egy kicsit sűrűbbek, és úsznak a vízben.
Ez az, hogy a gondolkodásod neveket és formákat teremt, és a látható, érzékelhető valóságot felosztja. Felosztja keresőre és keresetre, gondolkodóra és gondolkodottra, alanyra, tárgyra és állítmányra. Eredetileg csak H2O van. És hogyha elengeded a háló ideáját, a hal ideáját és a tenger ideáját, akkor eléred azt, amely minden megnyilvánulás előtti. Minden keletkezés és megszűnés előtti. És amíg ez nincs meg, addig azt hiszed, hogy a háló az kötélből van, a hal az húsból van, a tenger az sóból, vízből és egyébből van, és nem látod azt a lényeget, amelyet csak érzékszervek fölött lehet tapasztalni. Vannak olyan halászok, akik soha nem fürdenek. Tehát 30-40 évig halásznak, egyszer nem fürdött meg a tengerben. Miért? Mert az a halaknak a helye. Ő onnan halászik, ő nem megy oda be. Még kettelésből se. És hogyha egyszer csak az a kívánságod, hogy te tapasztald a tengert, te ragaszkodsz a hálódhoz, a halakhoz, és a te halászságodhoz, soha nem fogsz beleugrani. Tehát ha te azt gondolod, hogy emberként olyan elképesztően különleges vagy, és valaki vagy valami neked adta ezt az univerzumot, akkor te a gondolataiddal, az érzékszerveiddel mindig keresed a boldogságot, az igazságot, az épp aktuális aranyhalat. És valahol pont ez az akadálya annak, hogy egyévvá azzal az egésszel, ami ez a világegyetem maga, a lényeg szintjén. Miért? A forma szintjén lehetetlen. Több mint 14 milliárd éves, több mint 96 ezer milliárd fényév átmérőjű, és minden másodpercben elképzelhetetlenül növekszik. Ez az, ahogy most látjuk. 1000 éve másképp láttuk, 2000 éve is másképp láttuk, 3000 éve is másképp láttuk, még föllövünk egy-két távcsövet, nem tudjuk, hogy 2-3 évtized múlva hogy látjuk. Most jelenleg így látjuk. És az az érdekes, hogy minél többet látsz, annál kevesebbet kell gondolkodni. Ha megnézed a tudománytörténetet, és egy kicsit a vallástörténetet is, közös bennük az, hogy a tapasztalat hiányát gondolatokkal próbálták ellensúlyozni. És amikor jobban tudtuk figyelni az emberi lélek működését, vagy az univerzum működését, akkor a sok-sok elmélet helyett, a sok-sok bizonyítani való tétel helyett egyszerűen lett egy meglátás, egy bizonyosság. És ami önmagáért beszél, vagy önmagában hallgat, azt nem kell bizonyítani. A matematikában jártasak tudják, hogy amikor egy hosszas vagy nagyon rövid egyenlet végén te úgy érzed, hogy levezetted a levezetendőket, bizonyítottad a bizonyítandókat, akkor egy három betűs kifejezéssel ezt odaírod a lap aljára, hogy QED. Quod erat demonstrandum. Amit kellett, bemutattuk. Nagyjából ez a fordítása. Ami szükséges volt, az megjelent. A zenben ez úgy hangzik, hogy már érted. Már tudod. De ha érted, ha tudod, miért nem látod? És ezért ezt a látást gyakoroljuk, hogy a belső távcsöved egy kicsit tisztább legyen. Hogy ne csak az éjszakai utcalámpákat mutassa a szomszédvárosban, hanem esetleg a szomszéd galaxis fényét is. Kinek van kérdése? Nekem az a kérdésem, hogy mi az ego, és hogy lehet, hogy kéne hozzáállni így magunkon belül az egóhoz. Jézus mondta egy latin fordítású mondatában, ego sum via veritas et vita. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És ezért egész Európa ezt az egoitást követi és keresi. Szerinted Jézus mire gondolta, amikor azt mondta, hogy ego sum?
hogy én vagyok. Az egoitásra gondolt? Nem. Mert kiderül, hogy pont az egoitás az az, ami letérít az útról, ami életidegen, és nem az igazságot, hanem az illúziót keresi. Miért van ez? Képzelj el egy sejtet. Ez a sejt rendelkezik sejthártyával, sejtmaggal és egyéb sejtalkotókkal. Ez a sejt lélegzik. Különböző vegyi anyagok átmennek a hártyáján, más vegyi anyagok fönnakadnak. Ez az egészséges személyiség analógiája. Más sejtekhez képest létezel, a környezettel kölcsönhatásban létezel, ha megváltozik a környezet, te is megváltozol, ha te megváltozol, megváltozik a környezeted is, ki vagy téve az ok és okozat működésének, tisztában vagy a múlandóságoddal, egy sejt pontosan tudja egyébként biológiailag, nem agyban, biológiailag, hogy meddig fog tartani. És addig, amíg ez a kölcsönhatás megvan, tehát a múlandóság, kölcsönös függés, fix tulajdonságok nélküliség, addig ez a lélegzés folyamatos marad. Hogyha egy személyiség azt mondja, hogy ő nem tapasztal semmiféle múlandóságot, hogy ő rá nem érvényes az ok és okozat törvénye, hogy ő nem egy relatív, másokkal kapcsolatban lévő létező, hanem egy abszolút létező, az örök lét megnyilvánulása itt a Földön, a tökéletesség megnyilvánulása itt a Földön, akkor a személyiség egy egókérget növeszt magára, és megszűnik lélegezni. Megszűnik igazán kölcsönhatni. Tehát ő akkor egy olyan képet táplál magáról, amely eredetileg nincs ott, ami nem igaz. És ezért az egoitás maga egy illúzió, de a termelői nagyon komolyan tudják venni. A mindennapi életben ez ott jelenik meg, hogy csak neki van igaza, de senki másnak. Csak ő tudja a legjobban, senki más nem tudja olyan jól. Csak az ő érzései igazak, másokén nem. Ő mindenek fölött áll, és mindenki más alatta. Negatív egoitás, van ilyen is, mindenki ő fölött áll, és ő a legnyomorultabb féreg a világon. Ez egy inverse királyi attitűd. Tehát egy olyan király, akinek egyáltalán nincs koronája, mert mindenkinek odaadta. És neki azért nincs, mert mindenki másnak van. Hát ez az áldozat típusú király. Az, hogy csak nekem van koronám, és másoknak egyáltalán nincs, ez az elkövető típusú király. De minden olyan személyiség, amely relativitás helyett, az okozatiság látása helyett egy abszolút érvénnyel fellépő kérget, képet növeszt magára, vagy szilárdít betonná, az a réteg, az ego réteg. Önmagában nincs, de ha megteremtjük, akkor fájdalmasan, összeférhetetlenül, ítéletalkotó módon ott van. Innen látod, hogy egy egészséges személyiség meg tud különböztetni tisztát és szennyezettet. Az egoizmus nem, mert azt mondja, hogy nincs olyan, mindenki egyenlő, vagy pedig az, hogy én vagyok a legtisztább, és mindenki más szennyezett. Tehát vagy ítéletalkotás van, vagy a megkülönböztetés hiánya. Tehát ami relatív, ami kölcsönhat, ami egy természetes hierarchiában van, ami tudomásul veszi a karma törvényét, az egy normális személyiség, hogy előbb-utóbb az lesz. Aki azt hiszi, hogy e fölött vagy alattál, aki nem hajlandó észrevenni, hogy itt a Földön mi valójában kik vagyunk és mi történik, az valamiféle illúzió képet, hamis önképet gyárt le, és ez az egoitás. És akkor mindenki szenved. Onnan tudod, hogy az van, hogy szenved és szenvedtet. Hogyha normális személy lenne, akkor előbb-utóbb eloszlana az az elképesztő feszültség, ami a szenvedés és szenvedtetés művéből származik. Tehát akarni lehet, akarat nélkül nem lennél itt. Akarat nélkül nem élnéd az életet. De hogyha valaki egótripből van itt, akkor elképesztően szenved ebben a teremben, vagy szenvedtet. Mert az jön ki. Itt azért már szerintem akár van hajad, akár levágtad, azt látod, hogy széles vásznú, technikolor, 16-9-es oldalarányú filmben jön ki a karmád, keményen, vastagon, több epizódban.
És ennek a látása, az ettől való megszabadulás mozdulata az, ami az abszolút ént leveti. Az abszolút énség az egoitás megjelenésének az egyik formája. A Buddha, amikor az anattá vagy anátman tanát először tapasztalta, aztán tanította, akkor rájött, hogy ez az abszolút én ez nincs, se isteni, se emberi formájában. Tehát nincs semmi a lelkedben, ami abszolút lenne. A tudatosság, amelyik látja a lelket és a testet, az nem abszolút vagy relatív. Az nem keletkezik és nem szűnik meg, az nem is személy. Nem ember vagy állat. De mégis bennünk van, és bennünk mondja ki azt, hogy én. Ez az én, ez relatív, ez az avatár, ez a teremtett. De teremtő szinten sincs abszolút én, és teremtett szinten sincs abszolút én. Azért, mert a fönti az nem személy, a lenti pedig nem abszolút. Értjük? És ha így van, megszabadulsz. Ha így van, látod a karma teremtettségét, látod a magad teremtő mi voltát, és az embernek egy óriási feladat belátni azt, hogy egyszerre vagyunk teremtők és teremtettek. És ebben a minőségben tudomásul kell venni magunkat és másokat. Úgyhogy az egoitás illúziójától ments meg, Uram, minket, de úgy tűnik, hogy mindannyian keresztül megyünk a fejlődés olyan fázisain, ahol azt hiszük, hogy hú, hát csak ez van. Csak ezek az abszolút ének vannak. És a között én vagyok vagy a legjobb, vagy a legrosszabb, vagy a legszerencsésebb, vagy a legnyomorultabb. De nyugalom, vagy középút, vagy természetes összetartozás, na az nincs. Úgyhogy ezeken keresztül kell menni. Azért szoktuk azt mondani, hogy bírd ki az illúzióvesztést, mert másképp a fix én képzetétől nem szabadulsz meg. Értjük? Egyéb kérdés? Gyerekkoromtól fogva hajlamos vagyok a szélsőségekre. Egyre kevésbé most már, viszont van még mindig, most jön elő szépen. És szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban mi az, amit érdemes volna megnéznem, vagy mit? Három helyet nézzél meg, légy szíves. Az egyik egy boncterem, ahol holttesteket boncolnak. A másik egy kórház, mondjuk sürgősségi osztály bejárata. És a harmadik egy temető. Ez a három elég lesz. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Hogyha látok egy karmát, észreveszem, hogy mi okozza és mitől van, akkor az utána megszünteti a fájdalmat, megoldódik, úgymond, vagy még nem láttam eléggé a mélyére, hogyha van valami probléma. A látás megadja az esélyt, hogy helyesen cselekedj. Ha visszatérsz a lényeghez, akkor az illúziók eltűnnek. Ha a lényeg erős és tiszta, akkor a tükörben látszik az igazság. Ha az igazságot hiszed el, és nem az illúziót, akkor a cselekvés vagy működés esélye is megvan, hogy helyes lesz. Tehát a látás önmagában, még ha nagyon tisztán látsz, akkor is 50%. És utána a változás a látás nyomán, ami tényleg megszünteti a szenvedést. Tehát ha az ember észreveszi, hogy 15 éve ugyanabba az érzelmi pocsolyába lép bele, és mindig sáros lesz a lába, és mindig behordja a tiszta szobába, akkor a 16. év is úgy lesz, hogyha nem változtat rajta. Hiába látja 15 éve. Tehát a látás önmagában 50%, és utána, ami népünknek egy nagyon nagy feladat, hogy a belátásból helyes cselekvés legyen. Okosság az van. Cselekvés hol? Elgondolás rengeteg van, akarat hol? Tehát a látás általi megszabadulás egy nagyon-nagyon nagyvonalú kijelentés a tibetiektől és az egyéb mahajána gyakorlóktól. Ez 50%. Jó? Egyéb kérdés? Ez egy megbeszélt kérdés, de én is kíváncsi vagyok a válaszra. Viktor azt mondta, hogy a zen, hogyha valamit nem csinálunk helyesen, akkor büntet.
Hogyan büntet a zen? Úgy, hogy kihullik az összes hajam. Tehát az úgy tud büntetni, hogy teljesen elveszítesz mindent. A saját hibádra való belátás vagy rálátás a legnagyobb illúzióvesztés, hogyha ezt büntetésnek érzed, akkor ez az, de ez nem olyan, mint a nyugati tételes vallások félelem kondicionálása, hogy ha te megszeged a parancsolatokat, akkor majd megbüntet, vagy megbüntetnek. Mikor bűnhődsz valójában? Amikor belátod, hogy hibáztál, és elkerülhetetlen a belátás, és onnantól kezdve Raskolnikov, úgy, ahogy van. És amíg ezt nem látja be, addig ott oldalaz, és menekül, és azt hiszi, hogy ő ezt megúszta, mert olyan különleges lény. De amikor a formát így kicsit evolúciós kifejezéssel több évszázadon keresztül csiszolják azért, hogy az embert művelje, holott az ember azt hiszi, hogy ő műveli a zent, maga a forma és a zen gyakorlat tartalma az olyan változást hoz létre benned, hogy nem tudsz nem látni. Tehát annyira elvarázsolt kastély tükörterem az egész, hogy amikor meglátod a hibádat, azt érzed, hogy valaki azon nyomban így az arcod elé tette, hogy te nem vagy jó. De valójában itt nem büntetésről, hanem belátásról van szó, de a belátásnál nagyobb erő az nincs. És utána meg kell állnod azt a kísértést, hogy megbüntesd magadat, vagy megjutalmazd magadat azért, mert azt láttad, amit. Ha hibáztál, javítsd. Ha nem hibáztál, akkor folytasd tovább. Úgyhogy a zen ebből a szempontból így beépítette, nem jutalmaz és nem büntet, de te büntetheted magadat, és jutalmazhatod magadat. Erről én lebeszélnélek, mert van Mikulás, meg Krampusz. Gyerekkorban ezt átéltük, és hogyha a helyes irányt tartjuk, akkor azt is észreveszünk, hogy mikor tértünk le az útról. Mert akkor megszűnik. Azt is észreveszed, hogy mikor léptél az útra, mert akkor megjelenik. Úgyhogy ne jutalmazgassuk, ne büntetgessük magunkat. Én azt gondolom, hogy a bevezetőben az hangzott el érdemben, hogy belátja a hibáját. Tehát a forma tisztasága azonnyomban mutatja, hogyha hibázol. Erre egy megerősítő, de nem jutalmazó fejbólintást kaptam. Nagyon szépen köszönöm, Viktor. Nagyon jó. Egyéb kérdés? Köszönöm. Az én gyermekeim között 10 év akkor különbség, és a kicsi a szenvedő, a nagy a szenvedtető, és én mindezt látom, és próbálok ugye valamilyen szinten rendet tenni természetesen, mert ez a dolgom, én ezt gondolom, de attól mindig attól félek, hogy esetleg nem lesznek jó testvérek ugye későbbiekben. 10 év van köztük, de hány évesek? 16 és 6. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Tehát amikor a 16 és a 6 ugye így karmikusan egymás mellé került, biztos, hogy a kínai horoszkópban az évüknek a gyöke ugyanaz. Tehát leülteted egymás mellé a kettőt, és azt mondod, hogy gyermekeim, ti most, hogy éppen vitatkoztok, nem látjátok be a sorsotok közösségét, hogy teszem föl, mindannyian a tűz-jang évében születtetek. És ez bennetek a közös. Most, hogy ezt ti hogyan használjátok, ez a ti dolgotok, de egyszer az egyikőtök szenved, másszor a másikótok szenved. És mutasd bennek a körforgását. Egyszer az egyik az elkövető, aztán másik. Egyszer egyik a provokatőr, a másik pedig a naív. Ez így van. Igen. Na, ha ezt kimutatod nekik, akkor a 6 éves is meg fogja érteni, hogy mindenre így nincs szükség. Tehát mi van a forgás középpontjában? Miről szól a játék? Miről szól a veszekedés? Miről szól a vita? Miről szól ez az elképesztő humán körforgás? Erről. Pontosan. Tehát, hogy... És hogyha ez az együttérzés megvan, hogy mindannyian egy nagy körforgás részei vagyunk, akkor eljuttathatod jó kérdések által oda mind a kettőt, hogy ha a másiknak fáj, akkor neki is fáj. Ha a másik örül, akkor ő is örül.
Ilyenkor még nincs az, hogy én is veszítek, ha te is veszítesz. Ilyenkor 16 és 6 évesen az van, hogyha én veszítek, te nyersz. Ha te nyersz, én veszítek. De ezt kell odáig vinni, hogy ha neki fáj, nekem is fáj. Ha ő sír, én is sírok. És az a baj, hogy mind a kettőnél én sírok. Tehát, hogy... Igen, mert még anyára tudnak háromszögelni, tudatlanul vagy tudva, és tessék ezt visszaadni nekik, felébreszteni azt az együttérzést, amely hát nagyon nehéz. Tehát itt akármennyire is úgy tűnik, hogy csend van, nyugalom van, rend van, valójában erősebbé és érzékenyebbé egyszerre válunk. És az, hogy az érzékenyítést te hogy bírod, vedd észre a helyzetet és a kapcsolatot, és működj helyesen, illetve az erő kifejlesztését, hogy mindezt bírt ki, és állt ki, és ítéletalkotás nélkül tükrözd, hát aki mind a kettőt egyszerre bírja, az az igazi gyakorló. Egyik vagy másik szélsőségbe beleesni nagyon könnyű. Csak érzékeny leszek, eredmény a sértődést fegyverként használom fel. Tehát az a mimóza a négyzeten. És nem lehet vele együttműködni. A másik a Terminátor a négyzeten, hogy nekem mindent, és akkor én olyan erős vagyok, hogy én aztán mindenkit legyőzök. Mind a kettőt szoktam. Igen. Mimóza, engem mindenki legyőz, tessék rám mindenkinek vigyázni. Ugyanaz feketében. Tehát az érzékenyítés és a megerősítés ugyanolyan fontos, kinél melyik hibázik jobban. És én pontosan emlékszem, hogy mennyire iszonyatosan érzékeny voltam, vagyok és leszek, de az, hogy ezt eltérő erővel bírtam vagy nem bírtam, az az én sztorimnak a része. Tehát amikor benne így viszont látom a saját érzékenységemet, az valami hihetetlen. És ő még az elején van, de már most erősebb, mint én. Sokszor. Úgyhogy nézd meg azt, hogy hogyan lehet a gyerekben, hogyha túl erősek, az érzékenységet fölkelteni, az egymás iránti együttérzésnek ez a kezdete. És akkor eljutnak idáig, hogy ha ő boldog, én is boldog vagyok. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? A tudat és a intuíció kapcsolata, hogyha tudatosabban éljük az életünket, akkor ez az intuíció, vagy erre való hagyatkozás, ez növekszik? Vagy tehát így ez felhozza, hogy egyre jobb. Az eredeti tudat megnyilatkozása és működése az intuíció. A régiek hogy gyújtottak tüzet? Kovával és taplóval. Tehát a kova az a szikra. Tapló elkezdett izzani. Az izzás az az eredeti tudat, a szikra az az intuíció. Tehát önvalódnak a közvetlen megnyilatkozása az intuitív működés, amely csak ebben a pillanatban képzelhető el. Valósítható meg, vagy fogható fel. Más hasonlattal van napfény. És ez a napfény szóródik. Nagyon meleg tud lenni, de sohasem olyan, mint hogy a Medicsiek korábban egy ilyen hatalmas nagy óraüveget oda tettek egy márványlapra, rátettek egy gyűrűt, gyémántgyűrűt, és az óraüveg fókusza a gyémántgyűrűn volt, és olyan forró lett, hogy a gyémánt átégette a márványt, mint egy tejcsokit így lefelé. Ennyit tud tenni a tudat, hogyha összpontosítva van. És ezzel nem úgy összpontosít, mint az összeszorított tököl, nem, mert azon nyomban egy idő után elernyed, hanem pont úgy, mint a kinyújtott tenyér, amely nem ragaszkodik semmihez. Sung Sanzen mester ezt úgy mondta, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, olyan, mint a tű hegye. Tehát egyszerre összpontosít tűpontosan, és végtelen térré tágul, és tükörként működik. És ez így a materiális világban nem található meg. Igen, tudunk lézersugarat gyártani, de lézerminőségű napsugár nincs. Tudunk összpontosítani óraüveggel, a természetben egyes ilyen lencsehatások vannak, de olyan, amit mi csinálunk, olyan nincs. Tehát az ember amennyire a természet része, olyannyira természet ellenes a gondolkodásmódunk.
olyannyira leválunk a világról ezáltal, lásd édenkerti kilépő cédula. És az az érdekes, hogy tudatos énnel az általunk ismert univerzumban így nem nagyon bír más lény. Tehát nekünk van meg itt a homlokcsakrában az, hogy egy énképzettel bírunk. És ezt vagy letisztázzuk, és ezáltal fölfelé megyünk, harmónia, együttélés, egyéb értékek, hogyha nem tisztázzuk le, a pokol mélyére megyünk lefelé. Tehát úgy tűnik, hogy a növényeknek és az állatoknak nincs külön én tudatuk. És éppen ezért a fa nem tud fátlan módon viselkedni, a kutya nem tud kutyátlan módon viselkedni, de az ember tud embertelen módon viselkedni. Lehetünk ember fölöttiek, ember alattiak, emberiek és embertelenek. Mindezt azért, mert nincs stabil énkép. Kialakul a reflexió, de egyébben az önképben mi van, ezt nem tudjuk stabilan. Évről évre, évszázadról évszázadra, könyvről könyvre változik, mert megmondják neked, hogy te ki vagy. De te ezt nem találtad meg magad. Nem fedezted föl. És ha nem fedezed föl, majd akkor jó, megmondják neked, és az identitásodat nem csak rád vetítik, hanem föl is használják. Rútó. Azért van szükség erre az útra, most gondold el, láttál már zen gyakorló delfineket? Én nagyon várom. Vagy tibeti gyakorló galambokat, vagy hasonló, nem merül fel a probléma. Nincs olyan reflexió, amit le kéne tisztázni. Ők nem léptek ki az édenkertből, még igen. És ez van, ezt nem tudod visszagyömöszölni a palackba. Mindenkinek lesz önképe, éntudata, aki emberi testbe születik. És hogyha jól bánik vele, akkor segít magán és másokon, ha rosszul bánik vele, akkor szenvedést okoz magának és másoknak egyaránt. És ezért az eredeti tudat megtalálása nagyon fontos. Mert amikor az intuícióra rájössz, akkor te kezdesz a természet eredeti működéséhez visszatérni. Tehát a természet az okozatiságot úgy követi, hogy teljesen spontán és számunkra elgondolatlan működése van. Még akkor is, hogyha nagyon intelligens állatok és növények alkotják ezt. Mert egy spontán, de karma követő működés az egész. Az ember elképesztően mesterséges tud lenni, és kívül akarja magát helyezni az egészen, vagy fölé, vagy alá. De itt az életben és halálban nem vagyunk jók, nem vagyunk boldogok, nem vagyunk elégedettek. Valami mindig hiányzik, valami mindig felesleges, valaki mindig rossz, valaki mindig jó. És ezért esünk szét ezekre a szélsőségekre. És a középút csak akkor lehetséges, ha látjuk, hogy ezek a szélsőségek eredetileg nem léteznek. Na most az intuíció egyetlen szikrája, a tiszta tükör egyetlen pillanatnyi tapasztalata már elég ahhoz, hogy ezeknek a minőségeknek, vagy karmáknak a teremtettségét belássuk, sőt azt is, hogy ezeket mi teremtjük. Egyéni, páros, család és csoportos síkon egyaránt. Ekkor az eredeti tudat intuitív működése természetes forrása az együttérzésnek, bölcsességnek és önzetlen segítségnek. Mert ha neked segítek, magamnak is segítek. Ezért érdemes az egyévválást és a felébredést tapasztalni. De ezért nagy árat fizetsz. A hamis önképekkel fizetsz. A téves nézetekkel fizetsz. A számodra megalapozott haraggal és kapzsisággal fizetsz. Ezt kell csak kifizetni, és akkor tiéd az út. Szívesen. Egyéb kérdés? Ki vagy mi tapasztalja a nem tudhatót? Hallod azt, amikor egy gyerek gőgítsél? Igen. Az tapasztalja nem tudhatót. És amikor a meditáció közben a sunyatta állapotában vagyunk, azt kitapasztalja? Ha tényleg a sunyatta állapotában vagy, akkor nincs tapasztaló és nincs tapasztalt. Akkor csak ez van. De nem kell hozzá bot, és nem kell hozzá ütés. Elég a tér, elég a tudat, elég a rezdülés, a hang tapasztalata itt és most. A
sunyata állapotában nincs sunyatáról szóló fogalom vagy gondolkodás. Ezért szoktuk azt mondani, megfelelő kérdésre válaszolva, az ég nem mondja, hogy kék. Te mondod, hogy kék. Hányan kínlódtatok ezzel? Atya, Úr, Isten! És amikor megtudtad, akkor még a nem létező hajad is kihullott. Az intuitív válasz után az intellektus úgy rohan, mint kutya a csont után. És visszanézve, hogy hát mennyire egyszerű, hogy ezt hogy nem tudtam idáig. Azért, barátom, mert ezt gondolattal te soha nem fogod kitalálni. Tehát valahonnan máshonnan jön ez az egész. És miután ezt megtapasztaltuk, erről van emlékünk? Azt hittem, hogy bizonylatot kérdezel, vagy valami egyébként. Igen, de emlékből nem dolgozhatsz. Tehát az emlék az a lenyomat, az másodlagos. Nem a tárháztudatban van a buddha természeted. Ami tudatában van a gondolkodás három minőségének, a fogalomalkotásnak, megkülönböztetésnek és emlékezésnek, az a tudat az eredeti. De az önmagában nem emlék, de ez emlékszik. Tehát a tükör akkor is tükör, ha van tárgya, és akkor is, ha nincs. Nem az emlékekben van a megoldás, de el lehet rakni a transzcendens tapasztalatot, és hogyha tovább gyakorolsz, akkor ez nem fog megszilárdulni egy én tudattá, hanem egy operatív, azt mondom, az úthoz közeli karmát hagy maga után. Én ezt hívom a buddhinak. Ekkor a gondolkodásba be van építve, hogy a gondolkodó az nem egy gondolat. A megkülönböztetésbe be van építve, hogy ítéletalkotásig nem megyünk el, és minden különbség relatív, bár létező. És az emlékezésbe be van építve, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést, és a múlt is relatív, a jelen is, meg a jövő is. Tehát ennek a tapasztalata módosítja a fogalomalkotót és a fogalomalkotást, a megkülönböztetőt és így a megkülönböztetést, az emlékezőt és így az emlékezést is. Tehát a tiszta tudat tapasztalata előtt vagy túl sokat emlékszel, vagy túl keveset emlékszel. Eszedbe jut az, ami nem kéne. És nem jut eszedbe az, ami kéne. Emlékszünk? A tiszta tudat tapasztalatával a memória intuitívvé válik. És egy olyan helyzetvezérlés alakul, hogy amire itt és most szükséged van, arra emlékszel, és amire nincs, arra nem. Ez kicsit félelmetesen hangzik, de működik. Amit meg kell különböztetni, azt megkülönbözteted, amit nem, azt nem. Amiről fogalmat kell alkotni, arról gondolkodsz és fogalmat alkotsz, amiről nem, arról nem. Tehát nem abszolút egyik sík sem. Zen iránytűt tudok, 6-os, 7-es és 8-as tudatszint. Úgyhogy a buddhi az a csittában, az elmében lerakott transzcendens csatorna. És ez a három nagy elem, ez benne van ebben a csatornában. És a végső, vagy talán kezdeti az az, hogy te, mint személy nem vagy abszolút, te keletkezel és megszűnsz. De ami látja ezt a szemét, az nem hal meg és nem születik. És akkor nyugi van. Akkor el tudod fogadni kellő időben azt, hogy igen, ez meg fog halni. Mert megszületett. De ami nem születik, az nem hal meg. Jó? Igen, köszönöm. Még egy kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy a tárháztudat az az énhez kapcsolódik, vagy a... A tárháztudat az énhez is, a párhoz is, a családhoz is, és a csoporthoz is, valamint a világ többi részéhez. Tehát ez az egész univerzum a tudattalanod, úgy, ahogy van. A látható és láthatatlan. Miért? Mert az énettől elkülönültnek tapasztalod. Mihelyt az énség felolvad, és a vízcsepp visszatér az óceánba, tapasztalod például a családi karmádat, tapasztalod a páros karmádat, tapasztalod a csoport karmádat, már nem egoitás, azaz kényszerű azonosulás szintjén, hanem felteszed a kérdést, hogy te milyen magyar vagy, milyet szeretnél. Te milyen családtag vagy, férként, apaként, fiúként. Te milyen párkapcsolatban élsz a nőhöz képest, milyen férfi emanációt vagy avatárt szeretnél. Tehát belátod ezeknek a teremtettségét, és ebből alakul ki az egyén. Tehát akik bármiféle konstelláción részt vesztek,
vagy részt vettek, vagy fognak. Látjátok, hogy a család, mint mező, a tudattalamban mi mindent hordoz transzgenerációs karmaként. Elképesztő. És abban egy valaki megváltozik, az egészet húzza magával. Vagy föl, vagy le. Döbbenet. Tehát a tudattalanunk így kapcsolódik egymáshoz, sőt, ez az, ami igazán választ. Ez az, ami a vonzást és a választást valójában eldönti. Az az 5%-nyi tudatos személyiség, amit te énnek mondasz, ott ül 95%-nyi jéghegyen, ami a tudatküszöb alatt van. A jéghegy az egy nagyon jó aránymutató, ott max. 10% látszik, és 90% ott van a vízfelszín alatt. Nem az a 10% süllyeszti el a Titanicot, hanem a 90. Ezért a zen nem a tudatos 10%-ot változtatja meg, itt senki se érezhet, hogy újra van programozva, mint egy termosztát. Itt a 90%-ban megy le a tudatküszöb alá a gyakorlat. És ez a gyakorlat az, ami ott lent a tudatküszöb alatt szépen süt, főz, takarít, ezt a tudatos énet préseli le. Legyen az mantra, legyen az kérdés, legyen az koan. És a koan úgy működik, mint ez a kis nem tudom vírus, megeszi a karmádat, és egyszer csak egy szikra, és jön a megoldás, és nem tudod, hogy honnan jön. És erre kell tréningezni, hogy nem tudod, hogy honnan jön. De onnan jön, ami nem tudható. Oké? Okay? Igen, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Sáriputra miért szerepel a szívszutrában? Mert ő volt az, aki hallgatta először. Tehát minden szútrának az eleje ilyen, hogy így hallottam. Akkoriban a magasztos Vészáliban, Jétavana a ligetében időzött, és összegyűltek körülötte a tanítványok. Jobb kezük felől háromszor megkerülték, ez a tiszteltadás jelen, leültek, és akkor Subhuti feltette a kérdést. Jött a Gyémánt szútra. Sáriputra föltette a kérdést, jött a szívszútra. Csak aztán a sokszoros átadás és leírás során azt, amit a kultúra már tudott, azt nem írták le újra. És utána megmaradt a szútráknak ez a tömörített formája, ez nem élő beszéd, ez már egyfajta recitatív, egy olyan szöveg, amit nagyon jól lehet recitálni, és nagyon jól beépül a tudatba. Tehát latinul ez a dramatis personae, akivel való párbeszédben a Buddha éppen kifejtette a tanítást. Tehát akkor Sáriputra egy tanítvány volt. Így van. Ahogy Mahamoggallána is, ahogy Magdalajána, ahogy Subhuti, stb. 17 fő tanítvány van. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Egyszer valami olyasmit mondtál, hogy egy jó tanító nem nagyon beszél a megéléseiről, vagy a meditációban történt megéléseiről, hogy akkor honnan tudjuk, hogy a Buddha miken ment keresztül a felébredése előtt? Hát amennyit elmondott, az bőven elég. Tudnunk kell, hogy mi ment keresztül a Buddha felébredése előtt? Nem, csak azt hiszem, te is szoktál róla mesélni, meg azért lehet róla hallani, hogy milyen kísértésekkel nézett szembe. Bizony. Attól szoktunk üvölteni a kísértésektől. De a kísértések fontosak, vagy az úta fontos? Mind a kettő. Jó, tehát látom, hogy sorozatéhes vagy, és szeretnél valami eseményt, valami audiovizuális tartalmat. Azt is lehet. Talán a legfontosabb, hogy a Bodhifa alatt az utolsó 49 napot fizikailag biztos ott töltötte a 6 évből. Egyébként nagyon sok helyen járt. Hegyen, völgyön, folyóparton, erdőben sok helyen gyakorolt. És az, ami a Kis Buddhák című filmben van, vagy Buddha című filmben van, az nagyon jól mutatja, hogy szembe kellett nézni a vágy karmájával, ami egy királyfinál, ez az ágyasok poligám sora, és akkor jöttek a nők, és hát ezt ugye rögtön mája a halál fájtla lengi be, ezt vallásosan meg kellett rendesen tolni, de hát itt minden, ami mitikus, ami vallásos, ezt le kell választani róla, és felfedezni azt, ami tényleg történt, vagy történhetett. Tehát az, hogy itt a térben projekciók jelennek meg,
az egy hétvégés süldő zengyakorló is tudja már, és aki itt egy-két hetet eltöltött, az pedig már komoly szórakoztatóipart tud kiépíteni az elmében. Én mindig mondom, hogy nyugodtan próbálnak kikapcsolni, úgyse fog menni. Egyre ügyesebb lesz a rendező. Egyre ügyesebben fogja vágni a filmet, és a néző pedig a 10 000 ujjával így megtalálja a kapcsolót, hogy hogyan kapcsolja az elmének a képalkotó mechanizmusát. Tehát csoda, hogy a vágytárgyakat látta. Aztán, mivel ksatria volt, ezért látta a hadsereget, és minden győzni akarás, minden harc mögött félelem, illetve halálfélelem van. Tehát akkor jön a démonsereg, és azért nem humán, mert a humánt még legyőzheted, de a démont azt nem, hiszen nincs teste. Fizikai teste az nincs. Egy energiatestben nem tudsz karddal beleállni, azt másképp kell. És akkor, ha jön a démonsereg és fizikai nyilakat lő ki, hát akkor ez eléggé verhetetlen. Ez volt a harag karma. És nézzünk, hogy hogy működött, hogy a női testek elporlattak a szélben, mihelyt nem akart hozzányúlni, a nyilak ilyen gyönyörű falevelekként így lehullottak, vagy virágokként, mivel nem óhajtott harcolni, és a felébredést akkor ért el, amikor ő nem hitte el azt, amit önképként maga előtt látott, hogy te így nem létezel. De hát már ez is csak egy filmes kifejezés, mert ha ő ott megszólal, vagy elgondolkodik, akkor alapul veszi azt a képet, akár pozitív, vagy negatív alapon. Ha azt mondja, hogy nem létezel, akkor már energiát adott neki. Ha azt mondja, hogy létezel, még több energiát adott neki. Tehát ő végig ebben a pontban volt. És előtte elvonult ez a karmikus hajcihő, kis saját kis fesztiválja, és akkor véget ért a menet, akkor meglátta a hajnal csillagot, és csak az a fény volt. Minden más eltűnt. Úgyhogy bőven elég ennyit tudni. Meg az életrajzáról azt, amit nagyon nagy böcsülettel elmondtak róla. Tehát nagyon jól ismerjük az életrajzát. És amikor a meditációs élményeiről, vagy tapasztalatairól kérdezték, Ánanda ugye, ő volt a merevlemez, tehát több mint 20 éven át hallgatta, lehet, hogy 30 a Buddhát, és azért maradtak meg a szútrák ilyen jól, mert őt az ő agya, fotografikus és egyéb memóriával egyszerre rendelkezett, és mindent, tizedes pontra úgy jegyzett meg, ahogy volt, tehát híres volt. Ez a retentive memory angolul. Tehát az egy teljesen exakt memória, mindent tudott. És Ánanda egyszer megkérdezte a Buddhát, hogy magasztos, mennyi tapasztalatod van neked? És ott ültek megint valami erdőszélen, és a Buddha azt mondta, hogy Ánanda, látod ezt a sok-sok levelet az erdő alján? Látom. Ennyi tapasztalatom van. És magasztos, mennyit tanítasz ebből nekünk? És a Buddha felmarkolt egy tenyérnyi levelet, és azt mondja, ennyit. És megkérdezi Ánanda, de miért? Tök őszinte volt. Hát, hogyha ennyi van, hát miért csak ennyit? És akkor azt mondta a Buddha, hogy azért, mert ez az, ami a szenvedés tényének meglátásához, okának meglátásához, megszüntetésének a meglátásához, és a megszüntetés útjának a meglátásához kell. Kész. És egy jó tanító az ilyen. Tehát nem a kis személyes talicskájába tolja ezt az egészet, hanem ha nincs egy nagyon-nagyon komoly tapasztalati háttér, akkor egyrészt nem szólal meg, ha meg megszólal, sokkal kevesebbet mond, mint amit tud. Ez így helyes. Maradjon a tartalékba is egy kicsi. Egyéb kérdés? A Buddha szobor mögötti kép az mit ábrázol? Hát az egy több rétegű kép. Ott vannak földi tanítványok és égi védelmezők. Tehát amikor és istenségek. Ezt azért érdemes úgy nézni, hogy az érzékszerv fölött és az érzékszerv visik egyszerre, mert a Buddha nem csak embereket tanított. Tehát az a mítosz és az életrajz része, hogy a 6 keletkezett világ összes érző lénye oda gyűlt, hogy a Buddha felébresztő tanítását hallgassa. És ebben benne vannak a félistenek és istenek, állatok, démonok és pokollakok. A Mahajána szerint, legalábbis a kóreai zen interpretációjában
10 irány, vagy 10 világréteg van, ebből 6 az előbb elmondott keletkezett, és 4 az a születés és halál küszöbe fölötti. Ezeket ugye a rétegeknek mondják, de én szeretem egy torta 4 alkotórészeként ábrázolni, mert ezek egymástól függenek. Tehát ha te meg akarod haladni a születés és halál küszöbét, a kényszer küszöbét, ahol még kényszerből születsz újra, 4 minőséggel rendelkezned kell, amely 4 létrétegnek a sajátja. Az egyik a hallgatók. Ezek a srávakák. Tehát ha te nem tudsz hallgatva fölfogni dolgokat, és állandóan beszélve, gondolkodva kell neked megnyilvánulnod, akkor a nem mozdulót, a nem keletkezőt soha nem fogod tapasztalni. A másik, a pratyéka buthák, az önerőből megvilágosodottak. Ez azt jelenti, hogy ha te önálló akaratból nem gyakorolsz, semmit nem érsz el. Legfeljebb csak ismétled, amit hallasz. És egy ilyen kis robottá válsz. És ez nem jó. Az nem te vagy. Az valakinek a tudása, tapasztalata, amire te vágysz. És termék szintjén elsajátítod, és nem válsz teremtővé, aktív tapasztalóvá. A harmadik a bódhiszattva. Az önszántából visszatérő, a megvilágosodás útján járó és másokat segítő lény. Tehát ő az, aki felébred, és visszajön. A buthák felébrednek, de már nem kell visszajönniük, mert nem kell testet ölteniük, és ők testet öltés nélkül is tudnak segíteni. A bódhiszattvának még kell. Úgyhogy ha ez a 4 megvan, akkor vagy a születés és halál kényszer küszöbe fölött, ha nem, ugyanúgy, mint a Föld gravitációs köréből ki nem törő tárgy, mindig visszahullik, egész addig, amíg az első kozmikust el nem éri. És azzal a sebességgel szépen meg tud szabadulni a Föld gravitációs szorításából. Ugyanez a tudatosság, az hozható olyan szintre, és a lélek olyan állapot, vagy ezt a megszabadulást elérd. Aztán az a kérdés, hogy mit kezdesz vele. Ezért vannak a fogadalmaink, hogy tudd, hogy mit kezdj vele, amelyek szintén relatívak, tehát irányt mutatnak, de ezt neked föl kell venni. Azt önszántadból követed, vagy sem. Tehát itt nincsenek olyan parancsolatok, hogy megmondom, ki vagy, és hogyha te nem követed azt, amit mondok, akkor a pokolra jutsz. Ilyen itt nincs. A poklódat azt te jelölöd ki, és bele is lépsz. Ezt hívják önsorsrontásnak. Ha pedig ezt nem szeretnéd, akkor tessék más irányba menni, és más úton. Amikor az ember szembe kerül azzal, hogyha mennyei tapasztalata van, azt ő teremtette, másokkal együtt. Ha pokolbéli tapasztalata van, akkor azt is ő teremtette, esetleg másokkal együtt. Akkor ez egy olyan kiózanító, felelősséget tanító tan, hogy tömegével rohannak el tőle az emberek valahová, ahol ezt a felelősséget kellő vaksággal levetik. Valaki leveszi róluk. Valami mást hazudjanak. Ne ezt a valóságot kelljen elhinni. Úgyhogy ennyit ezekről a minőségekről. Igazából még arra lettem volna kíváncsi, hogy innen úgy néz ki, mintha tükrözve lenne a két oldal, hogy ennek van-e magyarázata. Szeretik a szimmetriát az úton. Uh-huh. Jobb szél, bal szél. Az nem. Kell. Köszönöm. Hát itt ez a világ, ez ábrázolva van. Ezek a minőségek ábrázolva vannak, és hogyha megnézed, mindegyik oltárkép egy kapu. Nem illusztráció. Ez egy kapu, és a kapun túl lévő világnak a lenyomata, az az oltárkép. Oké? Köszönöm. Szívesen. Amikor éneklünk, akkor kinyitjuk ezeket a világokat, vagy frekvenciákat. Benned is kinyílik pont ezért. Ha tényleg énekelsz, és nem csak itt pampogsz jobbra-balra. Egyéb kérdés? A nagyapám Hentes és Mészáros volt, és egy rendkívül bigott ember. Nem, amit tábul a sok állatnak. Igen, tessék? És az én életemre egy egészen más pályákon mozog. Hát én az Ahimszában élek több mint 20 éve, talán nem vagyok túl bigott, és egyszerűen képtelen vagyok értelmezni, hogy mi az ő szerepe a családi rendszeremben, és ebből nekem mit kéne tanulnom. Ő vezetett rá az útra.
mert Hentes és Mészáros és Bigott volt. Hogyha olyan foglalkozást választ, amit te követni tudtál volna, akkor most esetleg szobafestés, mázoló vagy te is, mint az apád, mert annyira jól csinálta, és nem bigott módon. Tehát az, ami a szülői nyomásból számodra követendő, vagy kerülendő, ez adja meg a karaktert. Mert a magaddal hozott karma tükrében döntesz, hogy én is Hentes és Mészáros, vagy pedig ahimszá és jógi és géznyavékonyan óvunk minden létezőt. Vagy-vagy. Tehát a családi karma az nem egy fáklyás menet, és nem egy ilyen boldog osztály találkozó, hanem egy elképesztő ellentétekkel egymásra dobált tűzifa gyűjtem, és valami mindig ég. Nincs nyugalom. Ahhoz nagyon sokat kell gyakorolni a család nagy részének, hogy nyugalom legyen. És azért nincs nyugalom, mert a karmánk rendezetlen. Az utunk nem tiszta. Nagyon sok olyan szerzetes van, akik gyerekként az elhagyatás karmát tapasztalták. És ha ezt nem tapasztalják, ők sem tudták volna elhagyni az otthont. Az a trauma tette őket az útra. Nézd meg, hogy téged mit tett az utadra. És akármennyire is fájt, köszönd meg. Mert anélkül nem lennél az úton. Ez nem azt jelenti, hogy mazoista lettél. Nem, nem. Hálás lettél. És a hálával le is választottál arról a traumáról, amely addig szépen ott fogott a sötétben hátulról, ott markolta a tarkódat. Ha nem tanulsz meg hálás lenni az életért, mindenhol alul maradsz. Mindenhol. És mindenkivel szemben. Tehát aki téged próbára tesz, aki konfliktusba kerül veled, az a tanítód. Mit tanulsz? Nincsenek ellenségeink, csak megtanulatlan leckéink. És akár családi, akár csoportkarma, vagy páros karma képében megkapod azt a tanítót, aki akarva, akaratlanul, de nagyrészt spontán felfedi a gyenge pontjaidat. És ez akármennyire fáj, ezt meg kell tudni köszönni. Különben nem nősz föl soha. Állandó áldozattudat. Aztán egyszer csak elkövető. Még rosszabb. Úgyhogy ha követed apádat, hiba, ha nem követed, az is hiba. Mit követsz belőle? Döntsd el. Mit nem követsz belőle? Döntsd el. Nagyapa ugyanez. Jó? Az éles kés az lehet a megkülönböztetés bölcsessége is. Igen? Elköltöztem a családomtól 200 kilométerre a párom miatt, és ott szeretnénk fölépíteni Békés Csaba környékén ugye a családunkat, a házat, az már megvan, ugye? Azért döntöttünk így, mert így egyszerűbb, csak rájöttem, hogy nagyon-nagyon hiányzik a családom. Hiányoznak a hétköznapjaimból, és néha már talán annyira, hogy fizikai, egészségügyi problémát is okoz ez nekem. Nem tudom, hogy mi lenne erre a megoldás, mert az nem lehet, hogy visszaköltözöm a családomhoz, és ott hagyom a páromat, vagy az se jó megoldás, hogy vele együtt költözünk vissza, mert ilyen opció sincsen. Ezen kívül... Találni kell egy közeli gyógyszertárat. Na most a jó karmán túlmenően, nézd meg azt, hogy eredetileg miért költöztél el. Tehát, hogy annak volt-e más oka is azon kívül, hogy hát a párom. Hogyha nem volt önálló akarat, akkor az önálló célt nem lehet megvalósítani. Jegyezzük meg jól. Tehát nem akarhatja más helyetted azt, amit csinálsz. Ha a hitet kivész belőle, akkor egy pillanat és a motiváció elmúltával, mint egy ilyen láthatatlan gumiszalag, így visszahúz a múltad, legyen az emberi, természeti vagy anyagi, teljesen mindegy.
Nézd meg azt, hogy valójában ki hiányzik, és mi hiányzik. És meg kell szervezni azt az életvitelt, hogy bizonyos időközönként láthasd őket, de az eredeti céljaidat ne add föl, mert ezek már közösek a pároddal. És egy olyan harmóniát kell valahogy az életbe vinni, hogy a középutat követve mindenki jelen lehessen egymás társaságában, aki tényleg összetartozik. De itt tökéletesség nem lesz, optimum lesz. Nem maximum lesz, hanem valami olyasféle középút, ahogy a legkevesebb hiány fog kialakulni. De mindenkivel egyszerre, akit szeretsz, nem lehetsz együtt. Ez a négy kisebb szenvedés egyik forrása. Óhajtottat el nem érni, szeretettől távol lenni, ez a kettő kicsi a négy kicsiből. Tehát ez mindig lesz. De hogy mennyi, ez már a pároddal való döntés, hogy mennyire vagytok mobilak, stb. Stb. Úgyhogy ha a szeretett személlyel, vagy családdal, csoporttal együtt vagy, mit csináltok? Ez a kérdés. Ez fogja megalapozni a következőt. Hát én élénken emlékszem a régi nagycsaládos vacsorákra, ahol apám és a három testvér együtt volt. Volt eszem, iszom, aztán megint iszom, és rengeteg ilyen fantasztikus hangosan beszélés egymás füle mellett. Senki nem emlékezett belőle semmire, miután véget ért, de másfél órát eltartott. És mindenkinek igaza volt, mindenki zseni volt, mindenki boldog volt, a nők meg hallgatták. És ezekből semmi nem maradt meg. A nagy családból sem maradt meg semmi. A leszármazottak nem járnak össze. Tehát mi az, ami tényleg összetart minket? Mi az, ami alapján egymást szeretjük, segítjük? Ennek az alapját kell megtalálni, és akkor abból következik a kölcsönös jelenlét. Abból következik az egymásra való tényleges figyelem, hogy úgy látlak, ahogy vagy. Te pedig engem úgy, ahogy én vagyok. És a jelenlétből és a figyelemből következhet az a működés, aminek talán a szeretet az egyik velejáró érzelme. De ha ezek nincsenek meg, akkor egy idő után ilyen mechanikus, robotszerű átjárkálás lesz 200 kilométeres távolságba, ahol valójában nem tudjuk, hogy mit keresünk egymás társaságában ebben a pillanatban, mert valami, ami a múltban megvolt, az már a jelenben nincs meg. És ezzel szembe kell nézni, ha ez megvan most, amit gyerekkorodban, tinédzserként, fiatal nőként te értéknek éreztél, és fontosnak tartottál, akkor az még él. Azért érdemes visszamenni, újra a család környezetében lenni. De van úgy sajnos, hogy olyan irányban változunk, hogy ezek az arany pillanatok, ezek elmúltak, és máshol kell újra termelni. Az új élőhelyen, egy új családban. Úgyhogy nézd meg, hogy mit keresel, és mit találsz. Jó? Ja, köszönöm. Szívesen. Így a vége felé szeretnék a 90 napos elvonulásról szólni egy pár szót. Megnyitó után ez az első dharma beszéd, és hát két hét telt el. Nagyon szép utazó magasságot értünk el. Az elvonulás 90 napos, mi volt a Sákyamuni Buddha idejéből származik. Eredetileg ez nyáron volt, a nyári monszun alatt. Nem utaztak, nem tanítottak, gyakoroltak. Az akkori időzítés a mai napig megmaradt, hogy a 4. hó 15. napjától 7. hó 15. napjáig holdnaptárat követve. Ez volt a nyári monszun, és ezért ugye, hold hónap. Mai napig a 90 napos elvonulás a holdnaptárat követi, és Pajcsang zenmester idejében hozzátették a télit. Ez Buddha után olyan közel 1200 évvel volt, mert ugye négy évszakos kultúrába átment, és már télen is kellett, és ott ugye rászámoltak 3 hónapot, és a 10. hó 15. napjától az 1. hó 15. napjáig ment. Mi ezt itt ebben az övezetben nap-naptár szerint csináljuk, mert nem akarunk a húsvét és a pünkös sorsára jutni, hogy mindig ingadozik,
Mert ugye ez a két ünnep még mindig a holdnaptárat követi, ezért van minden évben máskor. És amikor a téli elvonulásukat elkezdtük itt, akkor még nem láttuk, hogy ez mekkora üzemanyagtöltő állomás mentálisan azoknak, akik részt vesznek benne. Minden tiszteletem azok ki, akik elvállalták a 90 napot, azok is, akik részben vannak itt, részidőben, mert van valami, amit Sung San Zen mester úgy hív, hogy Prajna hajó, a bölcsesség hajója. Fölszállsz rá az első napon, és leszállsz róla az utolsó napon. És közben a tengerben látsz olyan dolgokat, amelyektől te bölcsebb leszel, és ez a tenger, ez a tudatodnak a tengere. És a karmádnak az összes csúszó, mászó víziszörnyét, halacskáját, delfinjét, bálnáját, polipját és karthalát mind látod. És az a bölcsesség, ami így a tiéd, az egész életre, de megkockáztatom, életekre kihat. Az én első ilyenem az 28 évvel ezelőtt volt, és eléggé kihatott. És úgy döntöttem, hogy nem fogok enélkül élni, akármilyen létformát öltsek én. És ez most így jól láthatóan és hallhatóan az új életformában is, az élet szerves része, és ez így is lesz, mindenkinek, aki ezt szeretné. Dél-Korea az egyetlen egy ázsiai ország, ahol ez megmaradt. Volt Kínában, volt Korea északi részén, Japánban soha. Tehát az ottani kultúra és életmód nem engedte meg a 90 napost, és a történelem viharai csak Dél-Koreában engedték meg, hogy ez még az én életemben eredeti formájában meglegyen, és csökken a zen termek száma, csökken a zen szerzetesek száma. Tehát Ázsiában megkockáztatom, hogy egy-két évtized múlva már sokkal kevesebb zen termet és szerzetest fogsz látni, mint most, vagy akár 20 évvel ezelőtt. Nekem sikerült még olyan szerzetesekkel gyakorolni, akik évi kettőt, a nyárit és a télit ülték évtizedeken keresztül, és nagyon meglátszott. Itt, hogyha te ezt komolyan veszed, akkor olyan átalakulásban lehet részed, amely egész életedre kihat. Ha ezt nézed, 3 hónap nem sok. Mennyi időt akarsz azzal tölteni, hogy újra rakod belül az énségednek az alapjait? Hogy letisztázd a létedet, hogy meglásd az igazi irányodat, hogy kitakarítsd magadba azt a sok szemetet, amit évtizedek vagy életek óta viszel, és amiért a párodat, a szüleidet, meg a népedet okolod. Úgyhogy ha egy tudat világos, akkor az univerzum is világos, ha az egy tudat nem világos, akkor az univerzum sem világos. Ez az a szabadság és felelősség, amelyet mindannyian hordozunk. Ezért kívánom azt, hogy akár 90, akár kevesebb napig vagy itt, tudd, hogy ez milyen elképesztően ritka esemény az életedben is, és a világon is, és hogy milyen esélyed van arra, hogy elérd a felébredést, felébredettebb állapotba kerülj, és segíts másokon és magadon egyaránt. Erre jó esélyünk van, csak azt kell csinálni, amit az ősök kijelöltek. Nem az ősöket követjük, hanem azt, amit ők követtek, de elég jól látható úton, elég tiszta formában. Köszönöm, hogy együtt gyakorlunk, hogy ma összegyűltünk közelről és távolról egyaránt, és remélem, hogy a közös gyakorlat boldogságában még sokszor részünk lesz. Köszönöm a figyelmet!